Egy héttel ezelőtt nem sokon múlt, hogy összeütközön két autó Szekszárdon a Bezérédi utcában, azért, mert egy harmadik autós szabálytalanul a patkán parkolt, és kiszálláskor sem volt körültekintő. Szekszárdon a Bezérédi utca és a Kiskorzó tér a leginkább zsúfolt hely. A város ezen pontjain az ingyenes parkolás idején szinte lehetetlen volt szabad helyet találni. Több sofőr gyakran a Kressz által tiltott helyekre is beállt. Éppen ezért többen nem bánják, hogy bő egy év után, május 25-től ismét fizetni kell a parkolásért országszerte. Kifejezetten örülünk neki, mert hogy ami ott ingyenes parkolás, azóta nem lehet megállni. Tehát szerintem ez a minimum, hogy ezért fizetni kelljen, mert így lehet biztosítani, hogy legyenek szabad helyek. A Tolna megyei kormányhivatal okmányirodájába érkezett lányával Herunyányiné Katalin. Egy órára vett parkolójegyet, és azt mondja, ha szükséges, még több aprót dob be az automatába. Úgy véli, amíg nem kellett fizetni a parkolásért, az is autóval közlekedett, aki egyébként nem szokott. Szerintem sokkal rosszabb volt a parkolás. Tehát egyszerű, nem találtunk parkolóhelyet. Több szekszárdi is azt mondja, így is nehéz megállni autóval a városban, az ingyenes parkolás idején pedig egyenesen lehetetlen volt helyet találni. Durva, nagyon. Szerintem nem csak itt, az egész városban kinőttük. Károlyi Kálmán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. Parkolási csoportvezetője azt mondja, bár május 25-től ismét fizetni kell a parkolásért, Szekszárdon is csak június 1-től büntetnek a parkolóőrök. Sokan még most kezdik felfogni, hogy megint fizetni kell, még nem biztos, hogy minden információ mindenkihez eljutott, ezt próbáljuk kompenzálni kis türelemmel, figyelmeztetjük az autósokat, felhívjuk a figyelmüket, hogy ezentúl már fizetni kell. A parkolóőrök a júniusi bérletet pedig elfogadják még májusban is.